tudunk segítséget nyújtani. A vérnyomásmérés mellett számos vizsgálattal várták ma az időseket a művelődési központban. A Tóth Ferenc Kórház egyes pszichiátriai osztálya első alkalommal szervezett egészségnapot az idősek világnapjához kapcsolódva. A demencia, vagyis a szellemi hanyatlás, a képességek csökkenése sok idős embert érint. Európában 7 milliót, Magyarországon pedig mintegy 160 ezret. A családra is nagy terhet ró, ha a szülőknél, nagyszülőknél megjelennek a tünetek. Például a memóriaromlás és a tájékozódási képesség. Az egészségnapon éppen ezért széleskörű tájékoztatással készültek. Ezért jöttünk többen a pszichiátriai osztályról, a kórházból, többek között az egyes pszichiátriáról, a kettes pszichiátria rehabilitációs osztályáról, az ápolási osztályról. Érkeztünk vérnyomásméréssel, demencia vizsgálattal, amely nagyon fontos, és érkeztek az idős otthonból is szakemberek, akik abban nyújtanak segítséget, hogy az idős embereket, hogyha valami bajuk lesz, akkor merre vagy hová helyezhessék el, tehát ebben nyújtunk segítséget. Az egészségnap arra is kiváló lehetőség volt, hogy segítsék a pszichiátriai betegek társadalmi elfogadását. A pszichés gondozottak ugyanis sok esetben élen járnak kreativitásban, a szép meglátásában és az alkotásban. Szemedgyönyörködtető munkáikat pedig most a nagy közönségnek is megmutatták. Egy pszichiátriai beteg is lehet teljes értékű ember. Ha meggyógyul, mi úgy nevezzük, hogy tünetmentessé válik, akkor ő ugyanolyan értékű ember, mint bárki más. Ezt lehet látni a festményeken is. A tárlatot úgy állították össze, hogy jól lehessen látni, egy-egy gondozott festményei hogyan változtak a gyógyulás időszakában. Az alkotás ugyanis kiváló terápia is. Vannak olyan képek, amelyek zenés festésen készültek. Nekünk van egy olyan csoportunk, amelyet nagyon szeretünk mi is, nem csak a betegek. Egy komoly zenére kell a betegeknek élményeiket, érzéseiket, emlékeiket kifesteni, és itt rögtön megmutatkozik, hogy a betegeknek valamilyen tehetsége van a festészet felé. És utána inspiráljuk őket, biztatjuk őket, hogy igenis még fessenek. Az emberek többsége fél a demencia és a pszichés betegség szó hallatán is. A megbélyegzés pedig tovább nehezíti a gondozottak gyógyulását.